large bay on a hot July afternoon. Egy forró júliusi délutánon ott úszkáltam egy öbölben. I pulled myself up onto this raft. Ráfeküdtem egy tutajra. And I took a reckless dive into some very shallow. És onnét egy nagyon kockázatos ugrást hajtottam végre. Immediately my head snapped back when I hit bottom. És amikor elértem a tónak az alját, az én fejem rögtön hátra bicsaklott. And I was paralyzed from the shoulders down. És a vállamtól lefelé teljesen megbénultam. They whisked me off to a hospital. Rögtön a kórházba szállítottak. Where I stayed for about 2 years. Ahol körülbelül 2 esztendeig maradtam. The first year I didn't even get out of bed. Az első évben még az ágyból ki se kellettem. Can you understand how I felt? Meg tudjátok érteni, hogy éreztem akkor? In my anger, I built a tough exterior around me. Az én haragomban egy nagyon kemény burokkal vettem körül magamat. Calloused and indifferent toward God. Teljesen megkeményedtem Istennel szemben. But God began to break through. De Isten kezdte áttörni ezt a keménységet. And he did it through Christian friends. És ezt keresztény barátok által gyakorolta. Now, when these friends came in the hospital to visit me, amikor ezek a barátaim bejöttek a kórházba, hogy meglátogassanak, they did not preach at me. Nem prédikáltak nekem egyáltalán. They didn't quote to me a grocery list of Bible verses. Nem soroltak föl nekem egy egész hosszú sor Biblia vers listát. They didn't list through the 16 good biblical reasons why this happened. Nem mondták el nekem azt a 16 bibliai választ arra, hogy miért is történt velem ez. They did not give me advice. Nem adtak nekem tanácsot sem. They gave me pizza. Adtak pizzát. And they brought in teen magazines. És hozták nekem a magazinokat. And favorite record albums. És a kedvenc hanglemez albumokat. And they bring in their guitars and sing to me. És hozták a gitárt, és nekem énekeltek. They did not treat me like a cripple. Nem úgy kezeltek, mint egy nyomorékot. They did not treat me like an invalid. Nem úgy kezeltek, mint egy mozgásképtelen. They treated me like a person who just happened to have a disability. Hanem úgy kezeltek engem, mint olyan valakit, aki történetesen mozgássérülté váltam. They practiced Christianity with its sleeves rolled up. Ők a kereszténységet feltűr ingújjal gyakorolták. And when they finally opened up their Bibles, és amikor végre kinyitották a Bibliájukat, I really listened to them. Igazán odafigyeltem rájuk. I figured these people deserve to be listened to. Úgy éreztem, hogy ezek az emberek megérdemlik azt, hogy odafigyeljek. One friend opened up his Bible to 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Egyik barátom fölnyitotta a Bibliát az első tesalonikai levél 5. rész 18. versénél. He read those words to me. Ezeket a szavakat olvasta ki belőle. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által ti hozzátok. I said no way. Azt mondta, ó, ez nem így van. Mondja az amerikai. Nem. Így mondja a magyar. I'm not going to be a hypocrite. Én nem akarok képmutató lenni. I'm not going to give thanks for something I'm not thankful for. Én nem akarok azért hálát adni, amiért nem vagyok hálás. I was enough of a hypocrite when I was on my feet. Elég sok képmutatást gyakoroltam addig, amíg tudtam járni. And I'm not going to have a double standard now. És nem akarok most kettős életet élni. My friend said, wait a minute. Azt mondták a barátaim, várj csak egy kicsit. Read that verse again. Olvasd el csak még egyszer azt a verset. It says in everything give thanks. Azt mondja az a vers, hogy mindenben hálát adjatok. It doesn't say in everything feel thankful. Nem azt mondja, hogy mindenben hálát érezzetek. Trusting God has absolutely nothing to do with trustful feelings. Az Istenben való bizalomnak semmi köze nincs az érzésekben való bizalomhoz. He said, Johnny, you've cried enough in this hospital. Azt mondták, Johnny, te már elég sokat sírtál ebben a kórházban. You've used up 5 boxes of tissue paper. 5 doboz zsebkendőt is felhasználtál naponta.
Now is the time to push those feelings or set those feelings aside. Most már itt az ideje, hogy ezeket a rossz érzéseket tedd félre. For once in your life, quit listening to your heart. Most már végre légy szíves, ne a te szívedre hallgass. Instead, listen to the word of God. Ehelyett hallgass Isten igényére. And take a step of faith. És tegyél egy lépést hitbe, előre. Not based on your feelings. Ez a lépés ne érzelmekre alapozódjék. Which usually tend to lead us astray anyway. Amelyek általánosságban eléggé félre szoktak minket téríteni. But take a step of faith based on fact. De tégy egy lépést tényekre alapozva. And the fact is, God wants you to give thanks. És a tény az, hogy Isten azt akarja, hogy legyél hálás. Well, I didn't like the idea. Én nem nagyon kedveltem ezt az ötletet. But then I realized I was listening to my feelings again. De rájöttem, hogy megint az érzéseimre hallgatom. So I gritted my teeth. Ezért fogcsikorgatva. And I dried my tears. Feltörölve a könnyeimet. And I gave thanks. Hálát adtam Istennek. Okay, God. Okay, Istenem. This morning I give thanks for. Ma reggel neked hálát adok. The oatmeal in this institution. Ezért a fehelykásáért ebben az intézetben. A fehelykásáért. By the time it gets to me, it's stone cold and rock hard, but that's okay. Rendben van, most már nem leszek olyan kemény veled szemben. Okay, Istenem. And God, I guess I should give you thanks for being able to sit up in a wheelchair for 5 hours. És Istenem, talán most már azért is hálát tudok adni, hogy képes vagyok 5 órán át ülni egy tolókocsiban. That's a lot better than the 2 hours I could sit up last week. Mert ez sokkal jobb annál, mint a múlt héten, amikor csak 2 órát tudtam fönnül lemaradni. And let's see. God, I thank you for today in occupational therapy. Uram, ma azért adok hálát, hogy kezeltek engem a szakemberek. When I was learning how to feed myself. Például megtanítottak rá, hogy hogyan tápláljam magam. It was nice to get more applesauce in my mouth than on my forehead. Most már sokkal jobb, uram, hogy több alma bűré megy a számba, mint a homlokomra. And God, I guess I should thank you for my mom and my dad. Uram, én azt hiszem, azért is hálát adhatok van édesanyámban, édesapám. I've been awfully nasty to them lately when they've come into the hospital to see me. Az utóbbi időben nagyon durva voltam velük szemben, amikor bejöttek a kórházba és meglátogattak. It's just lately I've been so mad at them. Valahogy dühös voltam rájuk. They got me bored. Mert ő miattuk születtem én a világban. And I wouldn't be in this dumb predicament if I weren't bored. És én nem akartam, hogy ilyen legyek, mint amilyen vagyok. Isn't it crazy when we hurt, we often want to hurt others? Nem különös, hogy amikor sérelmet érzünk, akkor szeretnénk másokat is megsérteni. God, I thank you that I can wheel outside. Uram, hálát adok neked, hogy most már kikocsikázhatok a szobából. And I can still see. És megint láthatok. And I can hear. Hallhatok. Do you see what I was beginning to do? Látjátok, mit kezdtem cselekedni? I was giving thanks for small things. Kezdtem Istennek hálát adni a kicsi dolgokért. I think you call it counting your blessings. Azt hiszem, ti úgy mondjátok az éneketekben, hogy nézd az áldást, nézd meg egyenként. There was no way I could give thanks for the big stuff. Még nem volt rá módom, hogy a nagy dolgokért hálát adjak Istennek. A lifetime of total paralysis. Egy egész életet paralízisben eltölteni, ezért hálát adok. But I could give thanks for small things. De már hálát tudtam adni a kicsi dolgokért. And you'll never guess what happened next. És sose tudjátok elképzelni, hogy mi történt ezután. About a month later, I noticed something. Körülbelül egy hónappal később valamit észrevettem.